Ha a léleknek fáj, a test is beteg. Ezzel a címmel tartott előadást Horváth Judit pszichológus október 5-én a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban. A szakember a test és a lélek egészségének egyensúlyáról, valamint a stressz okozta pszichoszomatikus betegségekről beszélt az érdeklődőknek. Arra vállalkoztam, hogy a lélek és a test egységéről, és ezen belül a pszichoszomatikus betegségekről beszéljek, vagy beszélgessünk, mert ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos téma volt mindig is, de most, hogy itt van a COVID velünk már több éve, azt hiszem, hogy még kitüntetettebb lesz, és az. Kicsit régebbi úrra hivatkoznék, aki azt mondta, hogy épp testben, épp lélek, és ebben egy hatalmas nagy igazság van, szállóigévé is vált. És én úgy hiszem, hogy kutatások ide vagy oda, és vélemények ide vagy oda, én a mentális egészséget roppant fontosnak tartom, mert a lelki immunrendszer éppen olyan fontos lehet, mint a testi. Na most ezen elég sok vita van, ugye pszichológusok kontra hát orvoslás, hivatalos orvoslás, bár az utóbbi időben ez is nagyon sokat változott, és egyre jobban elfogadják a gyógyítók, hogy ennek az egységére nem csak hogy szükség van, hanem a terápiákba is egyre jobban beviszik. A lélek állapotának testre gyakorolt hatásait, valamint a stressz által előidézett pszichoszomatikus zavarokat először a 20. században írták le. Ki más lenne a stresszbetegségek első leírója, mint egy magyar? Ezt nem tudom, hogy lehetett eddig tudni. Magyar származású Franz Alexander, egy ausztriai orvos, és ő, amint látják, 7 betegségcsoportot írt le. Ezt azért fontos tudnunk, mert jelenleg már több 10 olyan betegségcsoport van, amely az ő kutatásai nyomán keletkezett, és ezeket indokolta és leírta, és hogyha ránéznek, akkor látják, hogy ezek most is igencsak létező problémák, és nagyon gyakori az előfordulások, és nagyon sokan kilónak vele tartósan segítség nélkül, mert esetleg lekicsinylik a dolgot, vagy úgy gondolják, hogy ezzel nem érdemes annyira foglalkozni, pedig igen. Vannak nagyon-nagyon közismert ilyen mondatocskák, hogy például, hogy gyomoridegen van, ami egyébként egy elég rút kis közhely, de valójában itt arra utal, hogy bizony a lelki állapotnak hatása van az idegrendszerre például, vagy hogyha azt mondja, hogy egyszerűen kiütést kapok tőled. És ha azt is el kell fogadnunk, hogy bizonyos bőrbetegségek, mint például az ekcéma, vagy a pszoriázis, és a többi, ezek akkor jelennek meg, vagy akkor nagyobb gyakorisággal jelennek meg, ha az adott személyiség éppen lelki válságban, esetleg krízisben van, és alapjában véve addig soha nem jelentkeztek ezek a tünetek. Tehát muszáj elfogadnunk, hogy ezek léteznek. A pszichoszomatikus jelző olyan zavarokra vonatkozik, amelyek lelki és testi folyamatok összefüggéséből jönnek létre. A pszichoszomatikus betegségek tehát lelki eredetűek. Mégis sok esetben még nem tisztázott, hogy a lelki problémák hogyan okozhatnak fizikai tüneteket. Ez már egy több ezer éves felvetés, olyan szállóigékkel, hogy épp testben, épp lélek, stb. Hát azt tényleg gyerekkorunk óta ismerjük. De voltak éppen, ami változik, hogy a lélek és a test egysége, illetve a betegségek lelki eredete és annak felderítése egyre nagyobb hangsúlyt kap a modern világban. Nyilván azért kap nagyobb hangsúlyt, mert több a megjelenése, nagyobb számú ember betegszik meg, vagy hát pszichoszomatikus betegségektől szenved, és sajnálatos módon ez már korosztályra való tekintet nélkül felbukkant, tehát azért is gondoltuk itt együtt, hogy erről érdemes lesz egy órát beszélgetnünk. Tudnilik a régebbi időkben, ezért semmiféle rosszallás nincs bennem, de az orvostudomány meglehetősen
kétkedve fogadta ezeket a pszichológiai föltevéseket, hogy ha a léleknek fáj, a test is megbetegszik. Tehát, ahogy így haladunk előle a korban, egyre inkább megváltoznak ezek a nézetek, és hát amint tudni lehet, egyre több ember hiszi el, hogy a lélek valamilyen módon a testtel együttműködve tud csak jól dolgozni, és fordítva is, és egyre többen fogadnak el különféle nem szakorvosi jellegű terápiákat. Jól lehet, azt azért mondanám, hogy a szakorvoslás nélkül csak a lélek gyógyításával, majd mondom is miért, nem feltétlenül érhetünk el jó eredményt. Természetesen a pszichológia köti az ebet a karóhoz, és egyre nagyobb mértékben hivatkozik arra, hogy hány ilyen pszichés elemű betegség létezik. Az előadás során a pszichológus arra is kitért, hogy a mai beszédben is használt szálló igék milyen jól rávilágítanak a stressz okozta zavarokra. Hogyha megfulladok a közeledben, ez sokfajta módon lehet alkalmazni, és nem csak így, hogy a te közeledben megfulladok az egésztől és a többi. Az egyik karakteres pszichoszomatikus, vagy annak mondható betegség az általában a torokkal és a tüdővel összefüggő betegségcsoport. Tehát, hogyha valaki olyan dolgokkal kénytelen szembesülni, amelyek ellen sem verbálisan, sem másképpen nem tudja magát megvédeni, akkor esetleg sokkal gyakrabban betegszik meg például torokgyulladásban, rekedbe, esetleg bronhitisze lesz, tehát hörgőgyulladás, tehát egyszerűen a levegővételt is megnehezíti, és talán már tapasztalták is, hogy egy stressz helyzet mennyire keményen befolyásolni tudja. Tehát majdnem megfullad az ember. Nem mondhat ki valamit, és magában kell tartsana. Most ez egy igazi klasszikus stressz helyzet, mert hogy a légzőrendszer, és most ezt szomorúan megtapasztaltuk, hogy mennyire sérülékeny, és mennyire nagyon beteg lehet tőle az ember, de ez a szállóige is már vélhetőleg több száz éves. Akkor a kiütést kapok tőled, az a bőrgyógyászati betegségcsoportra utal vagy utalhat, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok olyan betegség van, ami stresszel is erősödik. Említsük például az ekcémát, amely nagyon gyakran egy szélsőséges stressz helyzetben alakul ki, vagy erősödik meg. Ugyanígy mondhatnám a pikkelysömört is, tehát egy közismert magyar nevén pszoriázist, amely nagyon-nagyon csúnya kiütésekkel jár, és nehezen-nehezen gyógyítható, gyógyszertámogatással és a többi. A lélek problémái és a stressz gyakran okozhatják a légzőrendszer, a szív és az ereg betegségeit, étkezési rendellenességeket, bőrproblémákat, továbbá az izmok, a csontok, vagy akár a gyomor és a bélrendszer zavarait. A gyomoridegen van, ez az egyik kedvencem, mert ez egy annyira sajátos kifejezés. Erre az orvoslás azt mondja, hogy gastrointestinális rendszer, ami azt jelenti, hogy az emésztő rendszerrel kapcsolatos problémák, például a gyomorfájdalmak esetleg, azok összefügghetnek egy óriási adag bevitt stresszel, amivel nem tudunk mit kezdeni. És ilyen módon hát megtámad bennünket. Hát ez a hányok tőled, ez egy elég karakteres kifejezés, de hát elég szemléletes is. Tényleg kerülhetünk olyan helyzetekbe, amikor egy manipulátorral, vagy egy nagyon rossz munkatárssal, vagy egy nagyon negatív, kisugárzású emberrel kerülünk szembe, és hát valójában már ilyen gyomorpanaszokat is okozhat. A szívemre vettem, az megint csak egy nagyon közismert betegségcsoport, hiszen nagyon sok stresszbetegség kötődik valamilyen szinten a lélekhez. Vegyük például a pánikbetegséget, amely kifejezett szívpanaszokkal jár, amelyek a pszichoszomatikus betegség kezdetén még nem
feltétlenül valódi szívbetegségről tanúskodhatnak, de a későbbiek során, hogyha ezzel nem foglalkozik valaki, vagy erről majd külön lesz szó, hogy a kisfiúk nem sírnak, ezzel ismét valami olyasmit szeretnék mondani, hogyha főleg a férfiak szeretik a stresszt magukba folytani, és nem kiadni magukból, kivéve otthon, hogyha az asszonnyal szóváltásba keverednek. Tehát általában tovább tartják benne a stresszt, mint kellene, és ettől előbb-utóbb kialakulhat egy palpitálás, egy ilyen heves szívdobogás, amely egyébként a pánikbetegségnek is a belejárója. Aztán ezt már nem tudom lenyelni. Ez szintén arra utal, hogy ezek a például a gyomor és bélpanaszok nagyon sok esetben, mint például az IBS, ami ugye az irritabilis bélszindróma, szintén merőben pszichoszomatikus jellegűek. A kirász tőle a hideg, hát meg kézenfekvő, mert vannak olyan szituációk, amikor fizikai reakciókkal válaszolunk a különféle stresszbefolyásokra. Előfordulhat, hogy mi magunk nem érezzük a stressz jelenlétét, a fizikai tünetek azonban mégis arról árulkodnak, hogy valami nincs rendben. Fontos, hogy odafigyeljünk testünk jelzéseire, és bátran kérjük szakemberek segítségét. Hogyha egy olyan cipőt veszek fel, amely új, nem szorít, de mégsem annyira komfortos, mint amit máskor viselek, és ebben tartózkodom x óráig, akkor az én lábam folyamatosan jeleket küld az agyamnak, stresszt jelez. Tehát ennyire egyszerű, hogy milyen könnyű stresszbevitelhez jutni. Persze nyilván tudjuk, hogy van pozitív stressz, például a lámpaláz, ami előbbre visz, de hát a negatív része, amit distressznek hív Seje János, az mindannyiunkat kísér és beavatkozik és támadásba lendül, úgyhogy igen. A stressz az nagy úr. Mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy lehet segítséget kérni. Tehát, hogyha valaki olyan tüneteket észlel magán, amelyek addig még nem voltak, és ez nagyon zavarja, megbetegíti, akkor először is el kell menni az orvoshoz, és amikor azt mondja, mint önnek, hogy a gyomra pszichés eredetű fájdalmakkal küzd, akkor föl kell keresni egy olyan szakembert, akiben megbízik, akiben feltétlenül megbízik, és különféle segítő terápiákkal fog dolgozni önnel, míg meg nem javul ez a gyomorfájás, vagy mozgásos terápiák is vannak, autogén tréning, jóga, légzőgyakorlatok, millió fajtája, kinek mi, én mindenképpen azt mondom, hogy kell és érdemes segítséget kérni. Horváth Judit stressz okozta betegségekről szóló előadása a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár Mégis kinek az egészsége című előadássorozatának részeként jött létre.